A hétfői rendezvényre a megye civil szervezeteit, a civilekkel kapcsolatban lévő közigazgatási és önkormányzati szereplőket várták a megyeházára. A kapcsolatépítő programnak két apropója is volt. Egyrészt a napokban volt a civilek napja, másrészt a legfontosabb aktualitásokat közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum a résztvevőkkel. Ennek egyike volt, hogy Gyopáros Alpár hétvégén bejelentette, a Magyar Falu programban a civil szervezeteket is támogatják a jövőben. A falusi civil szervezetnek, meg az 5000 lélekszám alatti települések civil szervezetének programra, ingatlan felújításra, illetve gépjármű beszerzésre fognak tudni pályázni. Két kiírás van, egy programkiírás és egy alapvetően ingatlan beszerzés, felújítás vagy gépjármű, tehát ez a nagyobb az ingatlan vagy gépjármű kiírás, illetve a kisebb a programokra irányuló kiírás, az egyikben 6 millió forint a maximum pályázható összeg, a másikban 2 millió forint, és egyet tud egy civil szervezet beadni ebben az évben. Várhatóan március elején fog ez a kiírás megjelenni, ez az egyik nagy téma, amiről a mai konzultáció szól. A másik nagy téma pedig volt egy civil kutatás, egy országos civil kutatás, ennek az eredményeit fogjuk a civilekkel megismertetni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedően aktívak a civil szervezetek. Ezt mutatja minden évben a Nemzeti Együttműködési Alap helyi érintettségű pályázatainak száma is. A civil szféra fontos az önkormányzatok életében is, közölte a megyei közgyűlés alelnöke. A civil szervezetek azok átszövik a mindennapjainkat, hiszen akár csak egy kisebb közösségben, akár egy település életében, egy falu, egy város életében ott vannak, és egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig rengeteg civil szervezet működik, úgyhogy azért örülünk annak, hogyha tudunk lehetőséget teremteni arra, hogy azokkal a különböző szférákkal, amelyek az ő életüket is befolyásolják, hiszen itt az önkormányzatokról beszélünk például legtöbbet, tudják megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel akár pályázatokon keresztül, vagy más forrás sokon keresztül tudják azt a tevékenységet támogatni, amely az adott közösségnek ők a, úgymond a motorjait képezik. Gyopáros Alpár hétvégi bejelentéséből az is kiderült, a civil szervezetek számára kiírt pályázatok forrása összesen 5 milliárd forintot jelent a Magyar Falu program hazai költségvetéséből.